Halló. Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik három napja éheznek, és köszöntöm azokat, akik eljöttek, és ehhez szimpátiájukat nyilvánították ki, és szeretnék megmutatni támogatásukat azoknak, akik akár a testi épségüket is képesek voltak kockáztatni azért, hogy kinyilvánítsák a véleményüket. Ami fontos, hogy itt a három nap alatt közel 100 ember, vagy kicsit több mint 100 ember látogatott meg minket. Nekik is köszönjük a látogatást, és hogy itt voltak. De mivel az éhségsztrájk az ezekben a pillanatokban ér véget, én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy azok az emberek, akik 72 órán keresztül éheztek, és utána majd a többiek is természetesen, akkor az ott felszolgált bőségtálon egy pár falatot egyenek, és utána természetesen lehet ezt folytatni, és folytatjuk majd a beszédekkel is. Nagyon fontos, a neveket felolvastam, mert én azt gondolom, hogy érdemes róluk hallani. Kollár Krisztina, már harmadik éhségsztrájka. Simonek Dénes Lászlóni Ágica. Szőke Magdolna. Pálosi Attila. Ott, igen. Vili Kövér Vilmos. Itt mellettünk. Nagyon éhes már. Van János. Bartó László. És hát én is itt voltam veletek. Hajrá! Egy dolgot mielőtt teszünk, és azt gondolom erről meg kell emlékeznünk, hogy megyek könnyek nélkül, nem tudom. Mi most enni fogunk. De hány ember van Magyarországon, akik több mint három napig nem eszik semmit? És ő nem tud. Hány ember van, aki mint ma hazamegyünk, de nincs hova hazamenniük? Hát én azt gondolom, hogy mindig gondoljunk erre, és amikor kiállunk másokért, akkor ez legyen a legfontosabb dolog, hogy megmutassuk, hogy ezt nem hagyjuk. Nem hagyjuk azt, hogy emberek ne tehessék ezt meg, hogy három nap után egyenek. Köszönjük a támogatóknak, mert ezt mind ti hoztátok nekünk ide. Nagyon várom, már egy pár falatot én is eszem, és akkor folytatjuk a beszédekkel. Jó étvágyat mindenkinek! Köszönjük a kitartást!